Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Külön öröm, hogy dr. Daubner Béla jogamestert és pszichiátert üdvözölhetjük körünkben, és megkérem Bélát, hogy tartsa meg a bevezetőjét. Megkísérlem. Az a téma, beszéltük meg, hogy mondok, hogy meditáció. Ez egy ilyen egyszerű kis téma. Hát úgy gondolom, hogy mert mindjárt jó volt ez, amit mondtál, hogy jogamester és pszichiáter, ez is olyan két összefüggő dolog. Magától értetődik. De hogy hát onnan kezdenék, hogy a jogából indulok. A joga teremtés csak három vagy négy mondat lesz, nem bonyolódunk nagyon bele. Az egész teremtett világ ötféle dolog kombinációja. Az egyik az elfátyolozás, a másik a kivetítés, és van a három guna, ami totál egyezik a buddhizmussal is, tehát semmi különbség nincs. És hát ez hozza létre a teremtett világot, ezt a rettentő sokszínű dolgot, amiben létezünk. Na most, hát bejön egy olyan szó, amivel nyugaton nem szívesen foglalkoznak, ezt úgy hívják, hogy tudat. És bejön egy olyan háttér is, hogy rengeteg eszközünk van, és ezt tudjuk vizsgálni, és hát ugye így különféle tudatállapotok vannak, amiben mindannyian vagyunk, legalábbis az első háromban biztos. Ugye ez az éber tudat, amire a nyugat végtelen büszke, ezt a racionális logikus gondolkozása uralja, az anyag elvre van fölépítve. Ugyan a modern fizika már ezt kicsit meghaladta, és a következő az, amit minden éjjel körülbelül 3-4-szer gyakorlunk, ez az álomtudat. Aztán ezt követi egy 3-4-szer az álomtalan alvótudat, amitől egyáltalán létezni tudunk. És van egy negyedik, amit nyugat nem ismer el, az a tiszta tudat. Na most, ha ezeket megnézzük, akkor hát ennek vannak ugye olyan fizikailag mérhető részei, ami független a bőrszintől, a szemszintől, a kis vagy nagy méretektől, ezek a hercek, tehát hogy milyen hullámok vannak racionális ébertudatban, ugye ez 14-30 között mozog, az álomtudatban ez tovább csökken, és hát itt a következő az az álomtalan alvótudat, ami a delta hullámzás, és van még egy gamma hullámzás, ami még nincs teljesen föltárva, vagyis hát nyilván nem az, hogy föltárva teljesen, az merész állítás, de ez nagyon keveset tudunk róla. És akkor ezek azok a tudatállapotok, amit mindannyian megélünk, és a fő tudatállapotok között vannak az átmenetek, ezek a módosult tudatállapotok, tehát ennek óriási jelentősége lett. Keleten több ezer éves a jelentősége, nyugaton ez nem olyan 150, inkább 200 év. Ez az, hogy elkezdjük tudni csökkenteni ugye itt béta hullámnak hívják ezt, és az alfát erősítsük. Volt egy ilyen nagyon divatosnak látszó dolog, az agykontroll, az úgy is hirdette magát, hogy azzal tudod elérni az alfa hullámzást, de hát ez természetesen hülyeség, tipikus amerikai trükk, hogy mindenki, aki hallad az ébertudatból az alvótudat felé, az módosult tudatállapotokon keresztül éri el. Ugye aki nehezen alszik el, az kínlódik ebbe, aki leteszi a fejét és mindjárt elalszik, az könnyedén átkerül egyikből a másikba. Tehát ezek a különbségek. Na de ez van. És mi van akkor, hogyha miután itt nagyon nagyok a különbség a különféle tudatállapotok között, ezt nem a véletlenre bízzuk, hanem mi szeretnénk létrehozni. Tehát például úgy akarsz álmodni, hogy ébren is vagy. Az álomtudatra az nagyon csábító tudat, mert mindent, amit éberen te megélhetsz, az benne van az álomtudatban, de egy csomó más is. Például repülni is lehet, ha éppen olyat álmodsz, de hát még sok minden mást is. Tehát az álomtudat az
egy nagy lehetőség, és ha afelé közeledünk, akkor belekerülünk egy olyan állapotba, amikor már a racionális tudat kezd átalakulni, és helyette egy szimbolikus tudat van, tehát szimbólumokba gondolkozunk, akár a képek is szimbolikusak lesznek, és haladunk ebbe tovább, hát egészen egy olyan szintig, amit analógiásnak szoktam én hívni, ebbe már olyan képek és olyan hangok és olyan testi érzések vannak, amit sose élhettél meg ebbe az életedbe, tehát ez kinyílik. És hát ez már az álmodott, megharadó tudatállapot, amikor a módosult, azaz álomtudat és az álomtalan mélyalvó között van. Ennek óriási az informatív értéke, és hát nagyon kitágítja a gyógyítási lehetőségeket, ha valaki el tud ide jutni. És hát ugye a tantrikus technikák, meditációs technikák, azok ezt jól ismerik és használják is ezeket, azzal együtt, hogy nem tudták a hercet mérni, de viszont tapasztalni tudták. Na most van ennek egy olyan lehetősége is, és akkor egy picit a tiszta tudat felé haladnék, ahol olyasmit tudunk megcsinálni, amit egyébként se racionális tudatban, se álomtudatban nem. És ha nézzük ezeket az egymást követő állapotokat, akkor ugyanezeket tudjuk, amikor koncentrálunk, és elkezdődik bennünk egy változás, tehát ezeken haladunk át. Ezt úgy is lehetne hívni, hogy tréningezett tudatállapotok. Azért fontos tréningezetnek hívni, mert általad megtanulhatók és begyakorolhatók. Ezzel szemben ezek a tudatállapotok létre tudnak jönni droghatásra, létre tudnak jönni extrém élethelyzetekben, nagy érzelmi állapotokban, tehát létre tudnak jönni. Az a kettő között a nagyon nagy különbség, hogy az egyiket tudatosan bármikor meg tudom teremteni, a másik pedig véletlenszerűen jön, vagy valami külső hatásra, tehát kémiai szer hatására. Akár túllélegeztetés, ugye, ami egy széndioxid hiányt tud előidézni, és mikor azt mondják, hogy az abszolút veszélytelen, hát kétféleképp nem veszélytelen a túlélegeztetés. Az egyik az az, hogy az agynak az állományára is hat az, hogy te egy oxigén túlsúlyt hozol létre, és egy széndioxid hiányt. De a másik az, hogy függni kezd el tőle. Tehát ugyanúgy, mint minden más droghoz, ehhez a gyakorlathoz is ki tud egy függőség alakulni. És a tréningezett tudatállapot, tehát még egyszer mondom, azt jelenti, hogy megtanulható, létrehozható és tőlem függ. És hát ide sorolható a meditáció is. Na most, ha a jógából indulunk, akkor ugye Patanjalit nem lehet kihagyni, tehát jáma, niyáma, ászana, utána jön a légzés, tehát pránajáma, utána jön a pratyahára, tehát lekapcsolódás az érzékszervekről, utána jön a koncentráció, és azután jön a meditáció, és hát aztán jön a szamádi. Tehát ezek a egymás után következő dolgok a tréningezett tudatállapotokban általam elérhetőké válhatnak. Nagyon fontos itt egy dolog, hogy sok dolog fontos, de az egyik fontos dolog az az, hogy ezek az állapotok nem úgy vannak, hogy te most azt mondod, hogy meditálok, hanem úgy vannak, hogy elkezd el megtanulni ászanát, tehát úgy üldi, hogy ne mozdulj meg benne. Ugyanis, ha megmozdulsz, akkor durva testhez jössz vissza. Tehát megszakítod a tudat tágulásodat. Az első dolog ugye az ászana, tehát a szilárd ülés, az ezután következő légzés, az rekeszizom légzés, és ott meg kell tanulni azt, hogy úgy lélegezzél, hogy a légzés önmagától történik. Aki eddig nem tud eljutni, az hiheti azt, hogy meditál, de nem fog meditálni. Akkor a következő szint, ugye a pratyahára, ott megint félre lehet érteni,
Mert még mindig hallok. Hát nagy baj lenne, ha nem hallana. Csak nincs jelentősége. Tehát elkezdek leválni az érzékelésről, és elindulok befele, és a belső élmények fontosabbá válnak. És akkor ezt úgy tudom segíteni, hogy koncentrálok. És a koncentrálásból automatikusan magától létrejön a meditáció. Tehát úgy meditálni, hogy én most meditálni akarok, úgy nem lehet. Tehát mikor valaki azt mondja, hogy én tanítalak téged meditálni, hát ezeket egymás után meg kell tanulni, nem lehet kihagyni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és ez, hogy magától létrejön, ez mindegyikre jellemző. Tehát ha tudsz szilárdan ülni, akkor könnyű lesz megtanulni rekeszizom légzéssel szabadon lélegezni. Ha nem tudsz ülni, hanem állandóan mozogsz, akkor nem fogsz tudni. A legegyszerűbb légzésgyakorlatot se tudod megcsinálni. És hogyha állandóan kifele figyelsz, mert most épp arra vársz, hogy fontos telefont kapjál, akkor nem tudsz tovább jutni. Tehát le kell kapcsolódnunk az érzékszervekről, annak a fontossága kezd átalakulni, és koncentrációval tudjuk. Tehát ez egyik hozza létre a másikat, fordított sorrendben nem megy. Tehát úgy nem megy, hogy én tudok meditálni, aztán megtanulok ülni. Én tudok meditálni, és megtanulok lélegezni. Ez így nem megy. És azért nincs is értelme viszonyítani. Tehát miután nincs két egyforma ember, mindenkinél ez létrejön úgy, ahogy, mikor létrejön benned, fogod tudni, egyébként meg nem biztos, hogy hasonlít a másikéhoz. Tehát, hogy itt rengeteg ilyen hiba van, hogy amit elkövetnek az emberek ennek a gyakorlásával. Tehát a jóga, ugye ezeket a egymás utáni lépéseket, és erre kitalált gyakorlatok, aztán rengetegféle jóga technika van, de hogy ez mindegyikbe közös. Tehát úgy jógáról beszélni vagy csinálni, hogy ezeket nem ismerem és nem tudom elfogadni, az inkább fizikai gyakorlat lesz, ami persze önmagában egészséges lehet, csak hát nem fog menni. Tehát Magyarországon, ahogy ma a jógát tanítják, a legtöbb helyen az nem jóga. A legtöbb helyen az gyakorlás, fizikai gyakorlás. Tehát ha nem a tudatra van az irányulás, akkor ott nem lesz jóga. Tehát soha nem az az érdekes, hogy az én homlokom most a pasztyumótászanába odaér-e, ahova kell, vagy nem, hanem az az érdekes, hogy benne tudok-e lenni abba, amit éppen csinálok. Át tudom-e élni, és nem kifele figyelek, hanem arra figyelek befele, és ez így indul, és hát kevés helyen csinálják így a jógát. Én úgy jógázok a csoporttal, hogy beújt szemmel vagyok végig, és csak beszélek. Én nem nézegetek, és nem korrigálok. Feltételezem, hogy aki itt van, az a lehető legjobban csinálja. Most akkor én miért nyúljak ebbe bele? Tehát például ilyeneket, hogy még lenyomja, hát ilyen nincs, ez nem jóga. Az se jó, hogy istrángokkal, meg nem tudom, mikkel feszegeted magadat. Ennek semmi köze a jógához, ha elfogadjuk a Patanjali megközelítését. Nyilván, aki ezt tanítja így, annak van egy másik megközelítése, csak akkor ezt nem fogadta el. Ahogy halladok az egymásra épülő tüdőtágul, az mind éberség fokozódással jár együtt. Aztán van egy olyan szintje, ahol ez már nagyon megváltozik, mindjárt odaérek. Ugye a sámánok ezt, hát legalább 6000 éve egészen biztosan tudjuk, hogy használják a tudatállapotokat, és hát ugye a jógának is elég messze nyúlnak a gyökerei, pontosan ezt senki nem tudja, azért se tudja, mert abban az időben az időnek egész más volt a jelentősége, és az emberek nem idealizálták magukat, hanem közösségekbe éltek, tehát nem volt jelentősége annak, hogy például Patanjali mikor született. Patanjalinak az volt a jelentősége, hogy létezik. És ugye a másik legnagyobb szanszit tudós volt, és összerakta a jógaszutrákat, hogy ezt most pontosan mikor csinálta, az nem nagyon érdekelte őket, ezért nem is tudjuk pontosan, csak nagyon bonyolultan lehet következtetni. Ahogy egymás után haladunk fölfele, az egy nagyon fontos dolog, hogy erre legyen egy elképzelés.
nekem rengeteget hozott a Wilber ebbe a kérdésbe. Tehát nem akarok őről sokat beszélni, de annyit azért tudni kell, hogy ő egy amerikai társadalomban született, orvostanhallgatóként járt egyetemre, azt ott hagyta, utána kémiát tanult, ott eljutott a tudományos fokozatig, majd ott hagyta az egészet, és azzal foglalkozott, hogy az általa addig megismert bölcseleti rendszereket valahogy összehozza egybe. És hát ezt egy olyan, azt hiszem itt már mondtam ezt a példát, de elmondom még egyszer, hogy egy óriási terembe fölrakta a bölcseleti rendszereket a falra, és meditált, ő zenmeditációval, akkor már több mint 10 éve dolgozott, és összeállt benne az egész. És hát ebből lett egy olyan rendszer, ami hát segít abban, hogy a világnézetünk az hát eléggé összefüggő legyen, és sok minden beleférjen. Tehát neki az volt a célja, hogy olyan rendszert hozzon létre, amiben bármelyik rendszerről indulsz is ki, ami elfogadott, az emberek régóta használják, és hatékony, az benne legyen. És ő megcsinálta ezt a rendszert, és akkor egy picit erről mondanám, hogy önálló ez hogy következik egymás után. Megmondom mellé a jogát, megmondom mellé a pszichológiát is. Még van egy elég fontos dolog, hogy amikor elkezdünk valamire figyelni, akkor lesz egy olyan, hogy esemény perspektíva. Tehát egyszerűen fölbukkan valami a tudatunkba, az egy esemény. Az esemény perspektíva mindig megelőzi, vagy mögötte van egy elme perspektíva. Vagyis, hogy ez az elménkben hogy van. Tehát ugye ebből az következik, hogy amit érzékelek, az esemény, de az esemény mögött mindig van egy mélyebb szintű elme állapot is. Ez nagyon fontos, ezt terápiában iszonyú sokszor használjuk, mert valakinek van egy baja, ezt a baját módosultban megnézi, erről lesz neki egy képe, és akkor azt mondom, hogy is nagyon jó, most nézzél mögé, mi van mögött, ami lehet, hogy fontosabb. Megint mögé néz. Akkor ugye, ami megjelent az eseményből, abból lesz egy elme élmény, és akkor megint azt mondjuk, hogy nagyon jó, nézzél ennek is mögé. És elkezdünk egyre inkább menni azok felé, az elme történések felé, amivel racionális tudatban közelébe se tudsz jutni, de viszont meghatározzák esetleg az állapotokat. Induljunk el abba, hogy van a durva testünk, ahol a testérzések és a gondolat azonos. Tehát ebben a tudatállapotban, a durva tudatállapotban a testi érzések és a gondolatokat azt hiszük, hogy azonosak. Tehát itt úgy éled meg, hogy ezt én gondolom, ezt én találtam ki. Na most, ha elkezded elhagyni ezt a durva testet és belemész a finom testbe, akkor elkezdődik az, hogy megjelennek olyan összefüggések, amik a durva tudati szinten nem ismerhetők meg. Ugye itt ez a folyamat elkezd afelé haladni, hogy a személyiség egyre kevésbé zavar. Tehát például nem úgy lesz már, ami megjelenik az elmédbe, hogy ez a tied, hanem elkezdődik az, hogy úgy fogsz tudni arra reagálni, ami megjelenik, hogy az elme szintjén van. Tehát egyre inkább nem bevonódsz és nem beazonosulsz, hanem a tanú tudatosságával érzékelsz. Ez egy óriási különbség, és itt a személyiség már nem zavaró. Tehát ha ezt tovább nyitjuk, a finom gondolkozást vagy finom tudatot, akkor elérünk oda, hogy a téridő megszűnik. Ha tovább nyitjuk, még mindig a finom tudatba, akkor elhagyjuk az alanyit, és megjelenik a tanú tudatosság. Tehát ezt lehet úgy, tehát a dualitás kezd megszűnni, és ugye ennek a vége az, hogy maga a dualitás is megszűnik, non-duális lesz, vagy a non azért nem jó, mert
minden ilyen tudattágulás az előzőket magába foglalja, tehát a non-duális magába foglalja a duálist is, tehát ha visszajössz ebből a tudatállapotból, akkor újra tudsz duálisan gondolkozni. Ha ezt még tovább gondolom, és halladok, és tágul a tudatom, akkor belépek a kauzális tartományba. A kauzális tartományba a személyiség után a téridő szűnik meg. Tehát egyszerűen föloldódik a téridő, és nincs téridő, de még mindig dualitás van. Tehát az alany és a tárgy, az külön tud lenni. Ha most még tovább megyek, akkor van a tanú tudatosság, amikor már ez a kettőség elkezd úgy megoldódni, hogy bármi jelenséget te nem beazonosulással ismersz meg, hanem egyszerűen tárgyként kezeled. Most ez a különbség így kicsit nehezen elképzelhető, de óriási a különbség. Ugye bármivel beazonosulsz az életbe, az be vagy vele azonosulva, amit most átlag tudatossággal érzékelünk, itt viszont nem vagyunk beazonosulva, csak megfigyeljük. Na és akkor hát ebből következik a legutolsó, amikor ez a még látszatra kettősség is föloldódik, megszűnik, és bármit vizsgálsz, azzal azonos leszel. Tehát ha egy hegyre gondolsz, akkor hegy vagy. Ezt nem lehet elképzelni, hogy de is próbáld. Tehát ez nem fog így menni. Most ezek így jönnek egymás után, ezek a tudatállapotok. Most ilyet el lehet véletlenül érni, vagy valaminek a hatására, vagy el lehet a tréningezett tudatállapotokkal érni, és ki meddig jut el, addig jut el. Itt is úgy szokott lenni, hogy egy-egy villanásra például be tudok kerülni egy olyan állapotba, hogy a téridő megszűnik, és akkor egy ilyen nagyon kellemes boldogság, vagy a boldogság nem jó ide, inkább az üdv, mert a boldogság mindig boldogtalansággal jár, tehát az duális, de az üdv az nem duális. Tehát, hogy egy ilyen állapotban jövök ki, és akkor erről ennyit tudok, hogy történt velem valami, amitől most nagyon jól vagyok. Amit persze úgy tudok mondani, hogy nagyon jó, mert akkor duális, hogy tudok nagyon nem jól lenni, tehát ahhoz viszonyítva vagyok jól. Tehát ez igazából az üdvállapotot csak megkísérlem megmondani, de alapvetően nem tudjuk beszéddel meghatározni, a beszéd az duális. Na most az első szintet a finomban azt úgy is hívjuk, hogy a szentek útja, a kauzálist úgy is hívjuk, hogy a bölcsesség útja, és amikor megszűnik a dualitás, az a tökéletesség útja, de ezek elnevezések, tehát nem annyira lényegesek. Kauzális azért nagyon izgalmas tudatállapot, mert itt jelennek meg az archetipusok. De nem a Jungi értelembe vett archetipusok, hanem az istenségek fognak megjelenni. Azok, tehát például valakinek megjelenik Shiva mondjuk. Akkor az egy ilyen kauzális szinten van abban a tudatállapotban, és ha ide eljutsz, akkor ezek megjelennek törvényszerűen. Valami enyhe kis kulturális hatás lehet, hogy te éppen milyen nézettel rendelkezel, de olyan nagy jelentőség ezeknek nincs, legfeljebb a Shivát másképp hívják. És hát aztán ugye megjelenik az a abszolút valamilyen formába, ami hát akiknek megjelent, se tudják se elmondani, se leírni, mert akkor duálisban vagyunk és racionális, tehát csak el lehet fogadni. Ez volt inkább a keleti oldal, de nézzük meg, hogy van ez nyugaton. Tehát a kognitív terápia az föltárta azt, hogy azt hiszük, hogy gondolkozunk. És azt mi csináljuk. Tehát be vagyunk azonosulva a gondolatainkkal. És ilyenkor azt hiszed, hogy ez te gondolod. Na most, ha egy kicsit megnézzük, akkor a gondolatok mögött a tudattalamban van egy attitűdrendszer. És nem te gondolod, hanem az attitűdöd vetül ki gondolat formájában, ami tudattalan. Tehát ez azért nagyon nehéz elfogadni, mert azonnal föl kell azt adnod, hogy te gondolod a gondolataidat. Na de miért gondolod azt az attitűdöt? Hát az attitűd alatt ott van a hiedelem és a szokásrendszer. A hiedelem és szokásrendszer alatt ott van a sémarendszer.
És akkor ezt ugyanezt keletről úgy nézett ki, hogy ha nézzük, most innen indulok el a séma szintről, akkor ott van az a szamszkára, amit hozol magaddal. A szamszkárából vritti lesz, az elindul a manaszot fele, és mikor belép a manaszba, akkor gondolsz. Vagyis a keletiek is több ezer éve tudják, hogy nem ők csinálják a gondolatot személyesen, hanem létrejön benne, amit ő úgy él meg, hogy ezt én gondolom. És ez azért nagyon lényeges, mert ahhoz, hogy változtass a gondolatrendszereden, azt a lépést, hogy te képes vagy változtatni, el kell tudni fogadni. Ha nem, akkor nem fogsz változni. Tehát ez egy iszonyan fontos dolog, és ezt keleten-nyugaton is fölismerték, ugye erre épül fel a kognitív terápia, ott pedig erre épült föl szinte minden. És ott van egy nagyon izgalmas kérdés, ami hát nincs megválaszolva. Én nagyon sokat gondolkozok ezen, de nem azért izgalmas, mert én gondolkozok rajta, hanem azért gondolkozok rajta, mert nagyon izgalmas. És ez pedig a következő. Hogy tudja ez a két dolog egymást segíteni? Hogy meditáció, és hogy tudja ezt mondjuk a kognitív terápia? Ugye ezt összekutyulták az amerikaiak, mert mindent összekutyulnak. Ezt úgy hívják most, hogy mindfulness. Iszonyú sok hibával. De most nem akarok mindfulness-be belemenni, csak hogy ezt megcsinálták. Tehát itt az egy nagyon fontos dolog, hogy ha én szeretnék változtatni, de eleve, ha bármilyen viselkedést csinálsz, azt mindig megelőz egy gondolat. De hogy miért azt gondolod, ezt automata pilótba ott van benned. Te azt hiszed, hogy te döntöttél úgy, hogy ezt gondoljam, és ennek a gondolatnak egy cselekvésem legyen a következménye. Ez az a része, ami racionális tudatban tudatos lesz. De ami lent a tudattalamban történik, az az előbbi lépcsőfokok, amiket meggondoltunk. Hogyha mondjuk te benned nagyon sok szorongás, félelem van, és mostani divatos szóval pánikos vagy, akkor pánikos úgy tudsz csak lenni, hogy olyan mélységbe, ahol megelőzi, tehát az a hiedelem, hogyha én felszállok a buszra, abba belehalok, ez egy hiedelem. Ezt a hiedelmet meg kell, hogy előzze egy olyan dolog, hogy te, amikor megtanultad a biztonságot, szerencsés esetben az anyád segítségével, ugye ez az ősbizalmi állapot, és hát ez az első hónapokban van, akkor te megtanultad azt, hogy biztonságban éld meg magad. Na most, ha ez sérült, akkor lehet oda eljutni, hogy mondjuk a hetes busz életveszélyes. Bele lehet halni, ha felszállok. Na most ezt hogy tudod megcsinálni? Mert otthon ülsz a fotelbe, azt mondod, hogy hát én tudok közlekedni, hát nekem nincs semmi bajom, hát én úgy jártam iskolába is. Elkezd el közeledni a busz felé. Akkor mi változik meg? Hiszen az a képességed, ami megvolt iskoláskorodban, az megvan most is. Hanem elkezd el gondolkozni. És akkor elkezded érezni, hogy kalap áll a szívem. És akkor nem az a normális gondolat, hogy de jó, hogy van szívem. Hát azt is gondolhatnád. De nem azt fogod gondolni, hanem azt, hogy mindjárt infarktust kapok. Ugye? Vagy elkezd a homályosulni a látásod, elájulok. Közben csak a pupillád kitágult, mert szorogsz. Mindenkinek a kitágul a pupillája, akkor egy kicsit elhomályosodik a látás. Tehát te ezeket az abszolút veszélytelen dolgokat minősíted veszélyes dolgokká. De mivel? Hát a gondolkozásoddal. És az erre következő cselekvés, hogy egyre bizonytalanabb lépéseket lépsz, majd megfordulsz, és nem szállsz föl a buszra. Ugye? Tehát ez így jön létre. És utána aztán visszaülsz a foteledbe, és rettetesen szégyeled magad. És ezt csinálod éveken keresztül minden nap. Na akkor ezt hogy a fenébe tudod megcsinálni?
Hát így tudod megcsinálni, hogy ezek a nagyon fontos funkciók nem vannak a tudattalamba, és ezek hozzáférhetők. Hozzáférhetők úgy, hogy koncentrálok, meditálok, hozzáférhetők úgy, hogy ugye, ha nyugati dologból jövök, akkor ellazulok, és az ellazulásba elkezdem átalakítani a attitűdrendszeremet, a hitrendszeremet, a szokásrendszeremet, és a végén el kell jutnom a sémáig, és akkor a sématerápia, vagy fordítva. És akkor itt van az a nehéz kérdés, amitől az előbb meg nem mentem bele, hogy ez a két dolog hogy tudja egymást segíteni. Wilberhez kell visszanyúlni, hogy azt mondja Wilber, hogy minden szintnek két része van, a felébredés és a felnövés. A felnövés azt jelenti, hogy mit gondolok arról a jelenségről, vagyis a nézetem, vagy akár így is mondhatod, hogy a világnézetem, mit jelent az, és a másik, mit éltem meg. Tehát amikor most menjünk vissza a meditációhoz, te ülsz és meditálsz, és van egy élményed. Az az élmény ahhoz a tudatállapothoz tartozik. Abba hagytad a meditációt, és visszalépsz a megszokott életedbe, a racionális tudatba. Akkor a meditáció alatt megújult élmény az lesz, amit te ebbe a racionálisba megérsz róla. Vagyis meg fogja határozni a világnézetedet az, hogy te a felnövésben hol vagy. De ez a két dolog egymást segíti. És van egy nagyon nehéz rész, hogyha te szeretnéd meghaladni azt a fejlettséget, ami a tudományos gondolkozást jelenti, akkor túl kell ezen haladni, ahhoz viszont az éberséget kell növelni. Tehát tanulással nem lehet túljutni. Meditációval túl lehet jutni. Na most nézzük meg, hogy keleten, amikor ugye a nagy éberségmesterek nagyon messze eljutottak, ott az volt a probléma, hogy amit megéltek, azt abba a környezetbe tudatosították éberen. Tehát ha egy kolostorba élt, akkor a kolostori körülmények között tudatosította. És a többivel nem volt kapcsolat, akkor nem kapcsolódott. A nyugati nézi éjjel-nappal a videót, meg mindenféle marhaságot, tehát ő azokkal fog azonosulni, ő mit veszít el az éberségét. Mert elkiszi elhinni, hogy az az igaz. És hogy itt iszonyan fontos, hogy ezt a kettőt együtt tudjuk kezelni magunkba, és hát most ezt kísérelem meg, hogy megpróbáljam ezt átadni, hogy mind a kettőnek megvan a helye. Ha az egyikbe túlsúlyra jutok, az a másik nélkül csak egy ideig vezet el. És van egy olyan szint, most nem akarok itt nagyon dobálózni a szavakkal, ugye a plurális szint az azt jelenti a Wilberi felnövés szinteken, hogy meghaladod a tudományos, tehát a racionális tudományos szintet, belépsz az intuitív szintbe, és az intuitív élményeidet egy megváltozottsággal értelmezed, de ez azt jelenti, hogy a tudományos értelmezést el kell hagyjad. Azzal nem tudod értelmezni. Ezért van az, amit az elején mondtam, hogy a tudattal a nyugat nem tud foglalkozni, mert tudományosan akar vele foglalkozni. Tudományosan nem lehet vele foglalkozni, csak addig, amíg olyan tudás jön át, ami racionális szinten van. A racionális meghaladó szintet, az intuitív szintet, azt ugye parapszichológiának meg mindenféle szinten elhárítják, és nem foglalkoznak vele, tehát nem tudnak tovább mozdulni. Most ebből az a lényeg, hogyha valaki tovább akar fejlődni, akkor ez csak az éberség fokozásával tudja megtenni. Ahhoz pedig tréningezett tudatállapotra van szükség. És itt van a fejlődés az, hogy miért akadt el a mostani emberi fejlődés, pedig nagyon fölgyorsult a tudományosba, azért, mert egy újabb szinten kellene kialakítani a világnézetünket,
és ehhez viszont gyakorlat kell, tehát tréningezett tudatállapotokat, vagyis meditációt kellene végezni, egyébként nem fog menni. És hát itt van egy nagy kérdés, ugye, hogy kevés az időnk, és akkor mi lesz? De ebben nem megyek bele, mert ez már fantazmi jelenti. Úgyhogy én itt befejeztem. Állásan köszönöm dr. Daubner Béla előadását a meditációról. És ez, amit most hallottatok, mint ajtócsapódás, ez az éberségre való felhívás, mert ebben a nagyon klasszikus és nagyon strukturális jóga alapú rendszerben te megnyugodhatsz, mert működik. Hallottad a 8 fokozatot, hallottad a tudatossághoz való alapvető viszonyt, egy picit a kelet-nyugat egyensúlya, vagy illetve kontrasztja, viszont a zen az ennél egy kicsikét egyszerűbb és durvább dolognak tűnik eleinte. Képzeld el, hogy te rögtön a 7-es szintről indulsz, a gyánától. Nem adják meg neked azt a szisztematikus előkészítést, hogy jáma, niyama, ászana, pranayama, pratyahára, dárana, és akkor utána jön a gyána. Hanem rögtön az első egynapos zenen megkérdezik tőled, hogy amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Vagy amikor ülve, állva, járva, fekve, álomban, ébrenlétben, beszédben és csendben, mi ez a kérdés, akkor a válasz az ez. Ennek a megélése eszköztelenül vagy eszközökkel, de pontosan azzal a tárgyatlan tudattal, amelyet a nyugat nem ért, mert logosz betegségben szenved, és a tudatnak mindig tárgyat ad, mindig egy entitást ad. Tehát nem tud éntelenül és tárgyatlanul létezni. Tehát a zen rögtön szembefordít ezzel, vállalva azt a kockázatot, hogy te nem érted, hogy visszahőkölsz, hogy hazamész és elmondod, hogy valami hülyeséget tanultál, és ha pedig valamiért ez bemegy, akkor látod azt, hogy milyen elképesztő a szakadék a hétköznapi éned meg a zen működése között. És hogyha te lelkismeretes vagy, mert érzed, hogy ez használ, akkor megpróbálod ezt áthidalni. Az áthidalás körülbelül úgy megy, hogy rájössz, hogy ja, nem tudok lélegezni. Hát meg kéne tanulni. Borzalmas a testtartásom? Van egy-kettő. Akkor meg kéne tanulni ülni. Most már megtanultam lélegezni meg ülni, de nem tudok koncentrálni. Kéne a technika. Megvan a technika, és valamennyi tiszta tudatot már tapasztaltam? Ezt szórom a mindennapi életben, mert hülye vagyok, és elveszítem az energiámat. Meg beszennyezem a saját tudatomat. Ja, akkor kéne a jáma és a niyama. Tehát fordított a közelítés, ezért tradicionálisan a jóga alapútakat fokozatos utaknak mondták, a zent pedig hirtelen útnak. A megkülönböztetés csak a módszertan szempontjából hasznos, de egyébként érvénytelen. Miért? Mert a megkülönböztetés alapja te vagy. A te utad, a te karmád. Tehát te ezt értelmezheted, élheted, érezheted fokozatosnak, mert a lapátoló típus vagy. Te mész és kubikolsz. Lapátolod szépen a karmádat a nem ragaszkodás talicskájába, és a feledés szakadékába szépen beleöntöd, és a látás általi megszabadulást így vakargatod a fémen a lapátnyéllel. Ez így tök jó. A másik az a robbantó típus, amelyik a hirtelent szeretné, hogy azonnal, és ide nekem az oroszlánt is. Ez a prométeuszi elme, a kicsit lázadóbb típus, nagyrészt azok vannak itt, és azok a közösségünk fő tagjai, némi szelídítés után rájönnek, hogy bután lázadni rosszabb, mint nem lázadni, ugye? Tehát vagy szenvedve szenvedünk, vagy szenvedve fejlődünk, és akkor kezd az egész így összeállni, akár a fokozatos oldaláról közelítesz, lesz ott hirtelen tapasztalás is, akár a hirtelentől ugye, közelítesz, lesz ott fokozatos munka is, tehát hogyha a kubikolót és a robbantót egyszerre szeretném látni, ez az alagútépítés. Tudod, hogy a hegy túloldaláig el kell jutni, néha robbantasz, néha kihordasz. Utána megy bele a sín, megint egy pici robbantás, kihordás. Ez az, ahogy megélheted a gyakorlatodat. Megélheted úgy, hogy most tanulok, zenkör 90 fok, meghaladok, 180 fok, átalakítok, 270 fok, reintegrálok, 360 fok.
Ha visszacsúszok valami rusnya nagy maradvány karmába, ismét nulla, mert ott hülye vagyok. Teljesen. A nem látásig tapló. Amikor az ember rusnya módon visszacsúszik egy maradvány karmájába, mi történt? Legyártottál egy olyan önképet, amely tartósabb, erősebb és nagyobb illúziót tartalmú, mint az eddigi. Ekkor csúszol vissza. És az önkép és az önvaló közti távolság az mindig a szenvedés mértékével egyenlő. Meditáció tehát fel lehet úgy fogni, mint az önkép hátrahagyása és az önvalóhoz való visszatérés. Másik oldalról a tudatodban dúló információ halmazt, azt energiává visszaalakítod, erre emlékeztet minket háromszor naponta a szívszútra, hogy a forma az üresség pedig forma. Az összes keletkezett karmát visszaalakíthatod lényeggé, energiává, potenciállá, és abból az elméd ismét megteremti az aktualitást, a formát, a gondolatot, az érzelmet, a látást, a hallást, a szaglást, a tapintást, az ízlelést, a téridőt, a téged, a mást, a jót, a rosszat. És amikor felhagysz ezzel a duális teremtéssel, és visszatérsz a nem kettősségbe, az a szamádinak, a nyolcadik foknak valamilyen szintű tapasztalása. Minél stabilabb, annál tovább tart. Honnan tudod, hogy egyre kevésbé minősíted magadat, az állapotot, a másik embert, a csoportodat, a világodat? Egyre jobban visszatérsz a tiszta, tükörszerű lények tapasztal alapján az igazsághoz, az ilyenséghez, szanszkritul tathatá, és ez alapján ahhoz a működéshez, amely spontán, önzetlen, bölcsességgel és együttérzéssel bír. Ezek a minőségek nem azért fontosak, hogy te ezt vállapként a bodhisattva egyenruhádra tűzd, hanem azért, mert a megszabadulás útján járni csak ezekkel a minőségekkel lehet tartósan. Ezek akadályozzák meg, hogy újra azonosulj valamivel, amit már ledobtál magadról, de annyira megtetszett az új változata, hogy na ez most már tényleg igaz, ez már kell, na ezt egóként magamra veszem és viszem is tovább. Tehát megint másfelől megközelítve, de ugyanoda jutva, egy üdvösségre vagy egyévált állapotra jellemző a nagyon magas energiaszint és a rendkívül alacsony információtartalom. És az elménk általában fordított állapotban van, rengeteg információ van benne, rendkívül alacsony energiaszinten, ezért nagyon kokszolva ég az élet. Nagyon tudattalanul ég az élet. Nem tudunk tisztán tapasztalni, mert több rétegű projekció, ragaszkodás, hamis azonosulás fedi le a tükröt és a világot. Tehát minél magasabb az energiaszintünk, annál tisztábban tapasztalunk, mert annál kevesebb önkép vagy hamis duális képzet van köztem és a tapasztalás közt. Lehetséges az egyéváltság állapotában létezni, de ez csak akkor van, amikor már rengeteget gyakoroltál, és már nem minősíted magadat, magyarul nem veszed észre. Ha észrevetted, akkor vagy már te, a tudat tárgya, meg az észrevétel. Tehát alanytárgy és az állítmány. És ez azonnyomban bomlás termék. Tehát amikor ezt az állapotot szeretném egy hasonlattal szemléltetni, akkor egy főzőlapot szoktam, a régi, elektromos, jó kis rezsót. Emlékszünk? Volt még rezsó, nem ezek a úri huncutságok, hogy kerámia, meg indukció, és meg minden. Tehát képzeljük el, hogy van egy szobahőmérsékletű rezsó. Rácsöppentesz egy csepp vizet, egy idő után elpárolog. Hogyha begyújtod a rezsót mondjuk 200 fokra, akkor rácsöppented, tis, és már el is párolgott. De ha 600 fokos, akkor gyakorlatilag alig ér oda, már is gőz. Ha egy olyan speciális rezsód van, ami kibírja az 1500 fokot, nem bírja ki, ne próbáld, 1200 fokon már olvad, akkor közel sem ér a csepp, és már is a sugárzó hő miatt szépen gőzzé válik. Ha viszont lehűtöd a rezsót fagypontra, akkor jégréteg keletkezik. A jégrétegen egy újabb jégréteg keletkezik, újabb csepp, újabb jég, újabb réteg. A karmád így rakódik le egy alacsony energiaszintű szennyezett tudatban, és ez mind az én alkotó. Ez mind az ego réteg, amin keresztül te elkezded tapasztalni magadat, másokat és a világot.
Tehát minél ébertelenebb a tudat, annál alacsonyabb az energiaszintje, annál jobban dualitásokra van bomolva, annál több téves nézet, és ez alapján kabzsiság és harag halmozódik föl benne. Honnan veszed észre, hogy alacsony energiállapotban vagy? Ez nem indulatfüggő, nem is akaratfüggő. Onnan veszed észre, hogy a reaktív tudatodat, a manaszt nem tudod kontrollálni. Tehát oly módon reagálsz, ami nem te lennél, de mégis benned van, ahogy hallottad, a tudattalanodból szépen megy ez a szanszkára, vritti, manasz, és eléri az archetipus a megnyilvánulást úgy, hogy nincs kontrollod fölötte. És ez a reaktív tudat, a kettősségeket instant teremtő tudat, és hogyha ezt nem uralod, akkor szétpofoszkodjuk magunkat. Olyan pusztulás van, hogy hihetetlen. És a pusztulásnak az ellenoldala a tisztulás. Az egyik lemondás, a másik pedig meghalás úgy, hogy még élsz. Nagyon más a kettő. Tehát a meditáció gyakorlatilag az, hogy az egyév vált tiszta tudatot tapasztald önkép nélkül. Mindenki tudja itt a szobában, hogy van az öt érzékszerv, az erről való fogalmi gondolkodás, a fogalmi gondolkodás minősítése a duális tudattal, az önkép létrejötte, mint a duális gondolkodás egyik speciális funkciója, és amikor ez az önkép már eleget szenvedett, akkor azt mondja, hogy velem van a baj. Velem van a baj. Én szeretném ezt az illúziót, ezt az önmagam illúzióját felszámolni, akkor rájössz, hogy az egoitás meg a személyiség azért tényleg nem ugyanaz. Tehát tudok én normális is lenni, akkor, hogyha az egókérgemet hátrahagyom, és a személyiségemet pedig természetesen a maga működő valóságában tapasztalom. Tehát az első jel, hogy haladsz, hogy az ego és a személyiség működés szinten, percepció szinten nem ugyanaz. Tehát beáll már az, hogy nem pusztulni kell, hanem lehet tisztulni is. Keleten ezt nagyon sokszor eltévesztik úgy, hogy a személyiség lerombolásával akarják az emelkedettebb állapotot elérni. Nyugat meg ott téved, hogy az egót pörgeti fölfelé, mert valaki azt mondta, hogy ego sum, via veritas et vita. Holott ez egy helytelen fordítás, kérem szépen. Mert az, ami nem az egoitás, az az út, az igazság és az élet. Úgyhogy amikor a meditáció technikájáról beszélünk, eddig az irányáról beszéltünk, akkor a tudatos énalkotó tevékenység felfüggesztése úgy, hogy az érzékelés nem kapja meg a jó és rossz minősítést. Nem az emlékeken keresztül szűröd, és nem egy önképnek a támogatására születik az egész tapasztalás. Tehát megvan az indria, az öt érzékszerv, nem pusztítod el, megvan a fogalmi gondolkodás, vijnana, de a manasz nem egy ahamot, egy énképet épít, hanem csak azt mondja, hogy az egyik magas, a másik alacsony. De nem jó vagy rossz attól, hogy magas vagy alacsony. Tehát megvannak a megkülönböztetések, de nincsenek ítéletalkotás alatt. A kettősségek működése az lehet spontán, lehet énes és lehet intuitív. Az intuíció az az önvalód közvetlen megnyilatkozása. Tehát minél többet vagy a niróda állapotában, ahol a duális gondolkodás fel van függesztve, az zenül ez, annál inkább a nem tér, nem idő, nem név, nem forma önvaló állapotában maradhatsz. Ez tiszta, mint a tér, és tiszta, mint a tükör. Ennek a közvetlen megnyilatkozása az intuíció. Az intuitív tudat megmaradása a személyben az a buddhi. Magas szintű, nem duális gondolkodás. Tehát, hogyha azt a kognitív szférát nézem, ahol a kettősségek működnek, ez három rétű. A manasz, erről beszéltünk, az elmének a spontán duális működése, amelyet viszont az aham, az énség irányít. Az folyamatos énalkotás, ez az ahamkára. Tehát mindig is a saját személyiségünk lesz a legfontosabb, ha csak nem tapasztaltunk valami magasabbat, egyszerűbbet, világosabbat, éntelenebbet. És hogyha ezt meg tudtuk haladni, kivetted az ahamkárát, akkor a buddhi, amely az önvalónak a nagykövete,
amely a tiszta tudat tapasztalásából tartja fönn magát, az közvetlenül csatlakozik az érzékeléshez. És akkor csak az ég kék és a fű zöld, és ehhez nem kellett énség, hogy ezt lásd. Valaki szomjas, inni adsz neki. Éhes, enni adsz neki, de nem mondod, hogy én jót tettem. Értjük? Javítom a hibát, de ettől én nem lettem rossz ember, hogy hibáztam. Hibáztam. De hogyha a bűntudatot elültetem az ahamkárában, akkor a manasz és a buddhi szétkapcsolódik, amely gátolja a hiba kijavítását. Tehát az én alkotók, azok összeállhatnak egókéreggé, és működhetnek tisztán személyiségként is. Mi a különbség? Az egyik az abszolút énség tételezése, ekkor egy titániumfalú sejtet kéne elképzelnünk, amely csak önmagával foglalkozik, narcizmus előszobája. Csak én vagyok a legfontosabb, lezárom magam a világtól, elszigetelem magam, és egy homeosztázist belül addig igyekszem föntartani, amíg csak lehet. És a környezettől mindent elsajátítok, de semmit nem adok vissza neki. És ekkor ez addig tart, ameddig föl nem ismerjük a karmának a törvényét, ahogy hallottuk a tökéletlenséget, a kölcsönös függést és a mulandóságot. Tehát semmi sem mentes ettől, de egy titániumfalú sejt, hogyha nagyon okos a sejtalkotó, egy ideig ezt elhitetheti magával. És ezek az egótripek. És ekkor a gyakorló szána közik, hogy na, annak a mocsoknak, annak megy. Mert annak annyia van, meg ez is sikerült, meg így látszik, hogy boldog, meg minden. Igen, rövid távon esetleg. Tehát az abszolút énség, a lezárt énség, az elszigetelt énség, az önmagát tömjénező énség, az mind-mind rokonértelmű fogalom. Amikor a szenvedés kinyit, akkor a titániumfal leomlik, az egókéreg elkezd eltűnni, és a személyiség relativitása, sebezhetősége, keletkezettsége, az avatár valódi létmódja elkezd megnyilatkozni és megmutatkozni. A relatív énség az a normális személyiség. Az abszolút énség az a rusnya nagy egoitás, amivel küzdünk. Miért? Mert nem 100%-osan csak az egyik, vagy csak a másik van. Van egy felület, amelyik bizonyos irányba lélegzik, másik irányba le van zárva. Nézzél magadba. Hol hiszed el abszolút azt, amit gondolsz, hogy csak neked van igazad? Ott a plakk, ahol a másiknak nem lehet igaza. Ahol csak te látod jól. Tehát ott vannak azok az abszolút foltok, amiket, hogyha nem oldasz föl, akkor összeállnak ezzé a zártsággá, és közben üvöltesz a magánytól. Tehát a meditációnak egy elképesztően világos és egyértelmű hatása van a mikrokozmoszra, a személyiségre, és így a makrokozmoszra is. Tehát magad légy az a változás, amit a világban látni szeretnél. A kifelé vezető út az valójában csak befelé vezet. Tehát magadon keresztül tudod elérni azt, amit a világban szeretnél javítani, de ha magadon belül nem éred el, akkor hiába várod a világban is. És végezetül csak annyit, hogy ne tessék abban gondolkodni, hogy ez meddig tart. Ha egyszer rálépsz az útra, akkor rájössz, hogy az az út előtted is létezett, és utánad is fog létezni. De az akkor kezdődött el számodra, amikor ráléptél, és ha úgy tűnik, hogy az út megszűnt, akkor valójában te leléptél róla. Az nem szűnik meg soha. Oké? A Gyémánt Szútra bölcsességével zárom a bevezetőmet, hogy a múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. És ennek a parafrázisa nagyon fontos, hogy a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Erre tessék figyelni, és nem azon aggódni, hogy most hány életen keresztül kell gyakorolnom. Elmondom, ha van egy kis eszed, az összesben fogsz. Mindegyikben. Mert különben értelmetlen az egész. Tehát fejlődés nélkül szenvedni, csak szenvedve szenvedni és szenvedtetni, ez emberhez méltatlan. És mi hányszor csináljuk mindezt? Hányszor? Tehát az ezer szem és kész útrában benne van az, hogy a 10 nagy fogadalom. Minden nap elmondjuk, ha tudod, ha nem, benne vagy. De jobb, ha elolvasod a fordítást, hogy legalább tudd, hogy merre mész. Fogadom, hogy emberi testben születek újra. Fogadom, hogy hamar megtalálom a tanítómat. Fogadom, hogy rálépek az útra.
Fogadom, hogy elérem a felébredést. Fogadom, hogy szabadon óvok minden létezőt. Hát van ennél jobb? Kérdések? Tanácsot szeretnék kérni, mert dilemmám van. Környezetemben többen vannak, akik szenvedve szenvednek, de már fölismerték a szenvedésük tényét, és fejlődni szeretnének, és el szeretnének indulni. És nem tudom, hogy most a keletre vagy a nyugatra tartó vonatra vegyek nekik egyet, hogy terápiába, asramba vagy a hegyre küldjem őket. Dilemmám az abból fakad, hogy a hegyen nagyon sok kitartás kell, nagyon sok munka kell, nagyon sok akaraterő kell, amire viszont nem mindenkit érzek képesnek, alkalmasnak. És ez itt a dilemmám, hogy milyen irányt mutassak nekik. Hát ha őszintén válaszolok, az első probléma az, hogy te tetted fel ezt a kérdést, nem ők. Tehát, hogy itt már ez egy nem biztos, hogy szerencsés folytatás lenne. Én ezzel naponta találkozok, hogy e-maileket kapok, amiben leírják rövid vagy hosszabb, hát sokszor sajnos elolvasni sincs időm, az életüket, és hogy adjak tanácsot. Na most, amit ő elküld, az az ő története önmagáról. Szerintem annak, tehát annak én nem tudok itt tanácsot adni, meg nem tudok segíteni se. Tehát ezt csak úgy tudom, hogyha ő egy keretbe ezt igényli. Például eljön pszichoterápiára, de ezt neki kell megcsinálni, nem egy másik embernek kell javasolni, meg adni. Az, hogy te azt mondtad, hogy dolgozni kéne magaddal, mert a bajod belőled ered, ez teljesen rendben van, ennyi segítés. De tehát egy jó segítő az abba segít valakinek, hogy segítsen magán, és nem segít neki. Ez tudom, hogy nagyon sok elképzeléssel nem egyezik, de mégis így van. Tehát, hogy ez akár keleti, akár nyugati, ez ugyanaz. De hogyha nincs elég ereje, hát azért gyakoroljon, hogy több ereje legyen. Tehát attól, hogy nem csinálok valamit, attól nem fogok fejlődni. Tehát akkor olyan gyakorlatokat kell csinálni, hogy erőhöz jussak. Azt kell megnézni, hogy mitől nincs erőm. És akkor azt meg kell változtatni, hogy mitől vesztem el az erőmet. Nyilván van egy beleszületettség, amit nem tudunk változtatni a következő leszületésig, de az, hogy a meglévő erőt hogy használom föl, az meg rajtam múlik. Tehát, hogy most kicsit sűrítve azt tudom erre mondani, hogy abba lehet segíteni valakinek, hogy elinduljon valamerre, ami helyes, és az összes többit neki kell megtenni. Tehát az első lépés se tudod helyette megtenni. Képtelenség. Ezt neki kell megcsinálni. Én egy örkény egypercessel indítanék, mert ahány ember annyi trauma, és nem lehet kívülről megváltani senkit. Az igazi kérdés, hogy ő mit érzékel ebből, ő mennyire van tudatában ennek a szenvedésteli állapotnak, és most én az egyperces, hogy jó napon, jó napon. Hogy van? Én? Kitűnően. És ezek itt mik? Ja, ezek a beleim. Hát ilyenkor kell a belgyógyász. Tehát ha valakinek a bele lóg ki, akkor belgyógyász kell. Ha valakinek a szíve vérzik, akkor ugye szívgyógyász. És a szarkazmust félretéve, az igazi kérdés az, hogy az az ember, akit te szenvedőnek látsz, ugye van-e szenvedéstudata? Tehát nagyon sok embernek nincs betegségtudata, de halálos beteg. Tehát milyen módon lehet megszólítani az illetőt. Miért? Mert a legnagyobb tragédia az, hogyha egy elhárító mechanizmust fejleszt ki akár a terápiával, akár a dharmával szemben. Tehát hogyan nem teszed ezt, és a legelső az együttérzés. Együttérzés, és hol fáj? Ja, nem fáj, akkor nem szólok, semmi gond, akkor menjünk, ígyunk teát, vagy egyebet. Tehát a legnagyobb tragédia az, hogy te már látod esetleg több lépéssel előre, hogyha te nem szólsz, nem segítesz, akkor az illető szakadék, vagy mást is odavisz. De a legnagyobb probléma az, hogy hallottad, hogy az autonómiát azt nem lehet elvenni. Nem lehet helyette járni. Nem lehet helyette jegyet venni a kelet vagy nyugatra szóló vonatra. És a legnagyobb probléma,
te teljes jó szándékkal felteszed azt a kérdést, hogy mi a végső megoldás. Ennek nagyon-nagyon-nagyon rossz visszhangja van, mert a végső a számára az, hogy ő ott megszűnik létezni, endlőzünk, viszontlátásra. Tehát a végső megoldást tudom, hogy te hogy érted, de amíg ő a saját énjét abszolútnak, fixnek, teremtetnek gondolja, akkor a probléma megszűnésével ő is megszűnne, hiszen ő az. Tehát mennyire tudja látni a saját szenvedését, mennyire képes kérdezni, mennyire nyitott a segítség elfogadására, és ekkor az ő belátásának a függvényében, amilyen szintről kérdez, egy olyan helyet, tanítót, egyebet kellene javasolni, hogy akkor szerinted ez segíthet neked? Talán. Szeretnél elmenni? Igen, tehát nagyon türelmesen. És akkor? Mert ha nem, akkor ellenállás lesz. Amennyiben segítségért fordul hozzám, akkor nem egy irányt javasolok, vagy kettőt, hanem eléteszem a komplett listát, és a döntés legyen az övé. Komplett listát lehet elé rakni. Én azért azt javasolnám, hogy ezt én nagyon rövidre zárnám, még akkor is, ha eléggé ismerem a listát. Azt mondanám neki, hogy menj el egy emberhez, akivel hiszel, és egy-két órán keresztül próbáld ki. Tehát ugye ez a másik, amit állandóan kérdezni, kit javasolsz? Őt se ismerem, a tanítványaimat se úgy ismerem, hogy hogy csinálják a terápiát, csak úgy, hogy szupervízióba elhozzák az eseteket. De elmegy valaki, és két-három alkalommal kiderül, hogy tudnak együttműködni. Azt én előre soha meg nem tudom jósolni. Tehát az ő dolga, hogy induljon el és csinálja. Ehhez úgy kell segítséget kérni, hogy olyan ember, aki ehhez ért. Tehát ő nála egy fejlettebb szinten éli az életét. De most ez azért csak úgy fog kiderülni, ahogy elkezdünk egymással működni. Most egészen gyakorlatilag ez úgy néz ki a valóságban állam, úgy nézett ki mostában, már nem vállok egyénit. Eljön valaki, hoz egy aktatásra zárójelentést. Az egyszerű esetek nem jutnak el hozzám. Akkor én rendszerint nem nézem meg a zárójelentést, nem mondjuk 5-10-15 percig figyelek rá, és hallgatom. Tényleg nagyon figyelek, és nagyon sok szinten figyelek rá, például energetikai szinten is. És utána azt mondom, hogy akkor teszünk egy próbát, és csinálunk egy módosult tudatállapotot, egy egyszerű relaxációt. Csukott szemmel, nyitott szemmel, tök mindegy. És azt mondtam neki, hogy képzeljen el egy rétet. Valószínű rétet mindenki látott. Na most két egyforma rét, nekem több tízezer rét van az életemben, még nem volt. Tehát elkezdődik egy információ áramlás. Egy megváltozott tudatállapot szinten, és olyan szintről jön az információ, amit ő nem tud elérni se. Hát néha álmodhat rétről, akkor igen, csak az nem tudatos. És belemegyünk ebbe, és akkor, amit itt mondtam az elején, hogy nézd mögé, nézd mögé, nézd mögé, és benne vagyunk a lényegbe. Ezért nem nézem meg a zárójelentést, mert a zárójelentései a modern orvostudomány szintjén ítélik meg őt. Ha az ott kezelhető lett volna, akkor most nincs baja. Tehát nem tudták kezelni. Viszont az, hogy milyen a rétje, az sokkal több információt hoz, mint az aktatásnyi zárójelentés. Na, de ezt meg kell tanulni. Nekem sem volt egyszerű. Én akitől tanultam ezt a technikát, ő egy bécsi, magyar születésű bécsi szakember volt, ez 7 évig tartott. Jártam hozzá szupervízióba. 8-an fejeztük be, 20-valahányan kezdtük. Tehát ezt meg kell tanulni. Tehát olyan emberhez kell menni, akihez ért. Most ebben nem biztos, hogy így tudsz neki tanácsot adni, de ha kipróbálja, és ők ülnek egymással szemközt, és heteken, hónapokon keresztül hallgatja a másik panaszát, akkor verbális szinte mozognak, a büdös életben nem lesz előrehaladás ebből. Tehát nincs értelme. Most valaki panaszkodik, hát az élete egyharmadát panaszkodással töltötte eddig, és akkor miért fog változni? Tehát ezt másképp kell csinálni. És a másik dolog itt, hogy ezt hogy tudod összekapcsolni azzal, hogy tegyük fel, meditál. Úgy, hogy a kettő kiegészíti egymást. Azért,
mert a tudatállapota az, ha meg tudja változtatni, és ott meditációt csinál, vagy pedig egy katatim képáramlást, amit az előbb mondtam, ahhoz egy közös van a tudatállapota. Tehát a tudatállapot itt a kulcs, és olyan emberhez kell menni segítség, aki ebben otthon van. Nem tudom, ez így válasz-e neked. Tehát miután te ehhez nem értesz, tehát célzott segítséget nem tudsz adni neki, csak tényleg ennyit, hogy lehet fordulni, és akkor most mondanám, hogy nekünk a honlapunkon, az integratív.hu lapon, ott vannak a kiképzett terapeuták nevei, akik tudnak vállalni terápiát. Mellé van az is írva, hogy mikkel foglalkoznak. Meg kell nézni. És föl kell vállalni egy kockázatot, hogy pár alkalommal elmegyek. Aztán akkor rá kiderül, hogy tudunk együttműködni, vagy nem tudunk. Ezt senki nem tudja előre megjósolni. Múlt szikrák jönnek a tudatomba, amikor ide bejönnek emberek, és a zentől olyat várnak, amit se én, se más zen, senki nem tud megadni, mert az illetőnek mondjuk terápiára van szükség, és nem meditációra. És nagyon meg kell látni azt, hogy pontosan miért van ott. Emberek vagyunk, és a fő motivációinkat nagy részt lefedjük. Szépítjük. Interpretáljuk. És azt kell látni, hogy valójában miért van ott. És az például egy templomi környezetben a gyakorlás által láttatható, javítható-e az illető által, vagy pedig máshova el kell küldenem. Tehát például szenvedélybetegek, akik aktív szenvedélybetegek, nem tudnak gyakorolni itt, nem csak azért, mert a szabályokat nem tudnák tartani, hanem átmenetileg rosszabbodna az állapotuk. Hiszen az én alkotókat elkezdenénk szépen tágítani, tágabb tudat, és átmenetileg egy kevésbé körülhatárolt személyiség jönne létre. De hogyha a szabályt se tudja megtartani, és a belső kohéziója sincs meg, a saját integritása, etikája, morálja, akkor ez lehetetlen. Tehát az adott tudatállapot, az adott karma milyen kezelést, meditációt, terápiát, egyebet igényel. Ezt kell fölmérni, és hogyha te nem tudod fölmérni, akkor küld el ahhoz, aki fel tudja. És ezért nem kell a teljes lista, mert sose lesz teljes a lista. Csak akiket ismersz, és akikben bízol. Oké? Köszönöm szépen. Szívesen. Ott? Először mentálhigiénés szakembernek képződtem, és ott Rogers-i non-direktív személyközpontú módszert tanultam meg. Utána tanultam konfrontatívabb módszereket, Hellingert, pszichodrámát, és a többi. És hogy valahogy erre szeretnék rákérdezni, hogy lehet, hogy erre nincsen exakt válasz, de akár egyéniben, akár csoportban hogyan lehet felmérni azt, hogy kinél lehet már egy konfrontatívabb módszert alkalmazni, kinél kell megmaradni mondjuk egy tiszta tükrözésnél, de mind a terápiás szobában, mind a Koan interjú szobában érdekelne, hogy van esetleg erre valami tanácsotok, hogy mondjuk Szunim, hogyan méret fel, hogy valaki, lehet, hogy nincs ilyen, hogy valaki készen áll egy támadó Koanra. Ugye az előbb elmondtad, hogy hogyan méret fel, hogy valaki... hogyan méret fel, hogy mondjuk valaki még nem áll készen a gyakorlatra, jó, vagy másra van okay szüksége, illetve nyilván meg lehet nézni, hogy milyen tudatszinten van elakadása, stb., de hogy hát, ha van valami, amit megmondtok. Oké, tehát röviden, tömören mondom. Az előfelmérés az, ahogy említettem az előző válaszban, akkor történik, amikor belép a templomba és gyakorolni akar, és hogyha nem alkalmas a gyakorlásra itt és most, akkor azt mondom, hogy mit csináljon helyette. A legnagyobb hiba, hogy a saját disziplinánkat, hagyományunkat, módszerünket abszolútnak gondoljuk, és mivel minden lénynek van Buddha természete, minden lénynek zent kell gyakorolni, hát ez baromi nagy hiba. Hát van, aki épp alkalmas rá, van, aki épp most nem. Ez az előszűrés. És amikor belép a Koan interjú szobába már azután, hogy engedtük gyakorolni, mert épp akkor alkalmas rá, akkor megnézem, mert a leborulás végén már látnom kell, hogy mit hozott be. Az 20 másodperc se. Leül, és azt mondom, hogy aranydrága virágbogár. Te most úgy félsz tőlem, mint az apádtól, meg a rendőrtől, meg a paptól, meg a bürokratától. Tehát ha ezt le tudod hántani magadról, akkor koanozhatunk is egyet, ha szeretnéd, de ha te folyamatosan félsz tőlem, és ezt rám vetíted, akkor felesleges.
és egyéb tudatállapotok is belejátszhatnak, tehát semmiféle transzferencia nem fogadható el, amely érdemben befolyásolná a tükrözés folyamatát. És igen, látom azt, hogy mennyire sérülékeny, tehát támadó kuant addig nem tanítok, amíg azt hisz, hogy én megsértettem őt azzal, hogy azt mondtam, hogy kinyitod a szádat, és hibáztál. Érted? Hogy szalad... Őt kinyitottad? Igen. Hogy szalad a kutya a csont után. Én nem vagyok kutya! Érted? Tehát amikor ilyen könnyű beazonosulások, reaktív tudatok és egyebek vannak, az én dolgom az, hogy pontosan annyit adjak, amennyit be tud fogadni, és lássam azt, hogy a Koan kérdés ideális válasza, és az ő általa adott hibás válasz között mekkora különbség van. És ezt a különbséget lássam, láttassam, mert itt van a szenvedése. Tehát, hogyha az intuíciója jól működne, akkor a tiszta tükörszerű tudata is jól működne, de mivel beleszól az aham, az önkép, beleszól az automatizmusa, a manasz, beleszól a fogalmi gondolkodásában az összes vritti, ami van, ezért a fogalmi válasza nem lesz helyes, mert nem intuitív. És ezért a legelső, hogyha esetleg a sok-sok képzettséget között az is majd előfordul, hogy ítéletalkotás nélkül lásd a tanítvány hibáját úgy, hogy nagyon jól meg tudod különböztetni a hibás választ a helyestől. És a kettő közti különbséget láttatod úgy, hogy na kedves, ez a házi feladat. Ezzel tessék foglalkozni. És amikor rájön, hogy miért tetted, akkor megoldja a kuant. Fordítva, ha megoldja a kuant, rájön, hogy miért tanítottad azt, amit tanítottál. Ennyi. De ez bőven elég munkának, hidd el. Én akkor mondok a három terápiás formára választ, amit mondtál. Abban a szerencsében volt része, hogy a Tringer-Laci vezetésében hoztuk be a Rogers-t. Tehát ma a magyar standardjét ott a klinikán csináltuk meg. És már akkor is gyanús volt a dolog, hogy ez nem egy verbális terápia. És amikor megnéztük a videófelvételeket Rogersről, akkor kiderült, hogy részben a szemmozgásából az derült ki, hogy módosultban volt, a páciens bőven módosultban volt, és nagyon keményen adott megerősítéseket, amit ugye a három legfontosabban benne vagy nem szabad adni. Vagyis ez a technika félre lett értve. Ez az egyik véleményem erről. A másik a pszichodráma. A pszichodráma csak azoknál az embereknél alkalmazható, akik szerepcserét tudnak cserélni. Vagyis van olyan én határuk, hogy belelépnek a másikba, és meg tudják őrizni, és nem szétesnek. Tehát korai személyiségzavarokra nem alkalmas a pszichodráma. Ez nem tartja vissza a magyar dramatistákat, hogy ne használják, csak ez sajnos így fog működni, hogy nem lesz szerepcsere. És a pszichodráma egy konfrontatív technika. Tehát valakit konfrontálni valamivel akkor lehet, ha kibírja. Ha nem bírja ki, akkor szétesik. Az se baj, mert legalább kiderül, hogy még betegebb, mint hittük. Tehát az is egyenlő, csak nem biztos, hogy ez a jó út. Tehát a pszichodráma, mi volt a harmad? Ja, az állítása, az nehéz. Na, az állítása az a baj, hogy egy, ez a technika csak intuitív szinten működik. Racionális szinten nem működik, nem lehet megtanulni. Az aztán a csúcs hülyeség, hogy megmondják neki, hogy mit csináljon az életbe. Most látták először. Nem lehet. A kisöreg soha nem adott konkrét tanácsot. Soha. Úgy élte le az életét. Annyit mondott legfeljebb, ezzel van dolgod. Kész. Vagyis menj el terápiába, ami kiterült azzal. Na Magyarországon nézd meg egy állítást, hogy tanítják meg, hogy csinált. Katasztrófa. Így ontják a konkrét tanácsot, de gyere vissza, mert még ezzel van dolgod, azzal van. Abszurd. De ez nem így működik. Én egyébként a drámán belül használom az állítást, akkor, amikor a tudat kitágul és létrejön az a tudatállapot, ahol egyáltalán érdemes használni. Ha nem jön létre, akkor nem szabad használni, akkor kell más technikáknál maradni. Tehát nagyon, most lehetne más módszereket is mondani,
Ugye itt a módosult tudatállapotban az a lényeg, amit itt az elején mondtam, hogy a legkevésbé használható a racionális tudat. A legkevésbé használható a verbalitás. A verbalitást például, amikor ebbe a kibbe vagyunk, akkor az csak arra szolgál, hogy struktúráljak és együtt legyek vele. Nem az az érdekes, hogy mit mond, hanem az az érdekes, hogy bizonyos szavakat visszaismétlek, ettől ő úgy éli meg, hogy nem egyedül van most a réten, ott van vele a terapeuta is. És akkor mit kap meg? Azt a szimbiotikus dolgot, amit nem kapta meg egy-két hónapos korába. Az az ősbizalom épül föl, attól, hogy ő a réten csámborog, de én struktúrálok és együtt vagyok vele, amit nem kapott meg addig. És ebben ez a legfontosabb. Tehát itt most más módszerekbe is bele lehetne menni, de talán ennyi elég, hogy ugye egyéni meg a csoportban is iszonyan fontos a csoportintimitás, ami ez a legtöbb csoportban dolgozó nem ért. Tehát van, és akkor nem érti, hogy miért esett szét a csoportja. Volt egy ilyen élményem a múltkor, nekem van 107 kiképző csoportot vezettem eddig. Azért az nincs senki Magyarországon, aki együtt vezetett, de ez nem elismerésért mondom. Csak hogy nekem sose omlott még szét csoportom. És nem csak kiképző csoportban használom a drámát, hanem például betegekkel, szenvedélybetegekkel dolgoztam, amit nem olyan egyszerű, mert azért ők súlyosan betegek. Tehát, hogy ebből csak azt akarom mondani, hogy ami a csoporthelyzetben, a csoportdinamikából adódik, hogy olyan dolgokat tanulunk meg a szocializációban, amit nem éltem meg gyerekként, mert olyan volt az óvónőm, olyan volt a tanárnőm, vagy a tanítónéni, amit ott nem kaptam meg, itt megkaphatok. Csak ehhez nagyon tudatosnak kell lenni ebbe a technikába. Tehát kell érteni a dinamikát, kell érteni, hogy ő neki elfogadásra van szüksége. Ez a csoport meg tudja-e adni. És akkor történhet olyan, hogy az első nap, amikor ismerkedés van, egyszer csak valaki behozza a szexuális traumáját. De nem úgy, hogy be akarta hozni, hanem úgy, hogy most tört át a tudattalanját. Mert megélte az elfogadást. Ha ez nem jut el 200 óra alatt, akkor nem fogja behozni, mert le van diszociálva benne, le van nyomva a tudattalanba, hozzáférhetetlen. Tehát, hogy most attól, hogy pszichodráma, az nagyon számít az, hogy hogy csinálják. Tehát nagyon nagy különbségek vannak attól, hogy az látszatra pszichodráma, vagy megvan a papírja róla, hogy ő kiképzett. De és akkor ebből adódik egy egyszerű dolog, amit végképp Magyarországon nem fogadnak el, hogy egy terápiás folyamatban mi a legfontosabb? A terapeuta személyisége. Második legfontosabb, a terápiás keretek betartása. Harmadik legfontosabb, a beteg betegsége. Nem az a legfontosabb. De az egész rendszer így van fölépítve, hogy diagnosztikus, ugye már ilyen vastag a nemzetközi diagnosztikus katalógus, és egyre betegebbek az emberek, tehát minél vastagabbak, hogy vannál betegek. Ez nem út, tehát nem a betegségből kell megoldani a betegséget, hanem a betegséget az illetőnek kell megoldani a terapeuta segítségével. És ez egy alapvető állítás, ebből rengeteg egyszerű és igazság következik, ha nem tartjuk be, akkor meg rengeteg sok baj lesz. Ezt a hármat szeretném elmondani a Korn interjú kontextusában. Tehát itt a karmád a legkevésbé fontos, ugye, amit hallottál, ugye ez a harmadik. Az, hogy a bizonyos keretek között folyik le a Korn interjú, ez a tanítvány számára nem világos, de a tanítónak nagyon világosnak kell lenni, hogy Korn interjúban mi fér bele, és mi nem fér bele. Az a jó, hogyha a tanítvány ezt úgy érzi, hogy itt bármi lehetséges, holott a tanító tudja, hogy nem. És az első, ami a személyiségből, illetve a meggyakorolt vagy megdolgozott tudatból kell, hogy következzen, hogy a tanító csak is a nem kettősség vagy az intuitív tapasztalás felé vezeti a tanítványt, mert ezt vállalta, ezért ment be hozzá az illető, ezért borult le előtte, és nem azért, mert két szép szeme van. Tehát a terapeuta személyisége per itt a tanítónak az irányultsága, az az elsődleges. És ez az, amit joggal kérhet számon rajta bárki.
És utána következik az, hogy egy interjúba mi fér bele. Mert hát egyen-ketten azért átalakultatok egy csomó mindenné. Bejártuk a létezés 6 keletkezett és 4 nem keletkező garádicsát, akik bejönnek interjúra elég keményen. Úgyhogy ki vagy robbantva a saját személyiségedből. Hirtelen át kell változni, hirtelen el kell felejteni önmagadat. Hirtelen szembe kerültél a saját reakcióddal, és uramisten, nem vagyok rá kíváncsi, sőt a narratívádra se vagyok kíváncsi. Miért? Mert rád vagyok kíváncsi. És a slussz az a legkeményebb, hogy az európai, főleg a kelet-európai tudás alapú társadalom, ugye, utálja, hogyha valamit nem tud. Tehát bejön, és frusztrálódik, dühöng, és minősít, és ítél azért, mert elérkezett a falig, hogy nem tudom. És uram, bocsá, te már az első interjúról nem mész ki úgy, hogy valamit ne tudnál. És nagyon nehezen fogadja el a nyugat azt, hogy ez a nem tudom, ez gyógyít. Ez gyógyít. Ez tisztít, gyógyít, fölemel. Tehát, hogy nem kell ragaszkodni az adott személyiséghez, amely gondolatokból, érzelmekből, egyebekből áll. Ez a nem tudom, ez a menedék. Mert te itt minden és senki vagy egyszerre. És ebben a nem tudomban nyugalom van, mert nincs jövés és nincs menés. És ezt a nem tudom, hogy te tapasztalod, akkor az információ hiányból előbb-utóbb energia többlet lesz, és abból pedig talán az intuitív ugrás is megvalósítható. De amíg nem, addig a saját téves nézeteinkben és önképünkben vagyunk lefagyasztva, mint Han Solo az aktív szénben. Érted? Na, ezt fogadja el nehezen a nyugat, hogy a nem tudom az nem azt jelenti, hogy hülye vagy. És ezt nagyon nehéz megmutatni, sőt, azt hiszem, hogy csak rá lehet vezetni, de így tárcán nem lehet megmutatni, hogy ez a nem tudom, az elvezethet a nem tudható tapasztalatáig, mely tiszta mintat ér tiszta mint a tükör, tudjuk a katekézist, de az átmenet, hogy ebben te meg tudj bízni, és ezt az utat járd, és újra bejöjj a szürke ruháshoz, miután nem tudtad, most se tudod, megütöd azt a nyomorult padlót, és akkor se tudod, és egész kölcse alatt nem tudod, és ott lógsz a fán, ott ülsz a darmateremben, egyszerre voltál hernyó meg pillangó, és fingod nincs arról, hogy Jojo miért fogadt el az egyik választ, a másikat pedig nem. És ezek ilyen kőkemény paradoxonok. Tehát a terhelés mindig nagyobb az edzésen, mint a versenyen. Tehát a mindennapi életnél sokkal keményebb ellentétekkel, paradoxonokkal, reakciókkal kell megbirkóznod az interjúszobában, úgy, hogy ez egy laboratóriumi környezet. És nem, hogy nem adunk tanácsot, hanem, hogy nem copy-paste-elhető, nem másolható, akkor van egyik darabja sem, mert ledobja az élet. Tehát az élethez te kell lesz. Az élethez a te minőséget kell. Na, ezt a Koan Praxis nagyon szépen kipucolja, ha hagyod. Ha hagyod. Ha nem hagyod, akkor dírrel, durral elmész, hogy ez egy rossz tanító, ez egy hülye tanítás. Én itt tudni akarok, és én okos akarok lenni, és én nekem mutassák meg a végső igazságot, meg ilyenek. És akik ti, akik itt ültök, abból részben vagy egészben kigyógyultatok, mert ha nem, akkor valami könyvbe akarnátok valami magvasat ugye, kitalálni, és nem az van, hogy ne támaszkodj az írásokra, közvetlenül a tudatra való irányulás, a felébredés egyenlő igazi önvaló tapasztalatával, és ami nagyon érdekes és visszacsatolódik ahhoz, amit eddig hallottunk, hogy tudattól tudatig való közvetlen átadás. Na ez az N4 alapelve, ez kicsit soványnak tűnhet, de minden benne van. Tessék ott. Van egy kialakuló félbe lévő párkapcsolatom, és van egyfajta rálátásom az adott illetőre, és mondjuk arra, hogy milyen problémái lehetnek, vagy mire lenne szüksége esetleg a kiteljesedéshez, és az lenne a kérdésem, hogy mennyire egészséges dolog akkor tanácsokkal ellátni mondjuk úgy a másikat, ha, még hogyha nyitott is rá. Mert hogy volt már olyan, hogy mondjuk... Kérdeztem valamit az. Mondjuk, és tökéletesen reagált rá, de hogy nekem van ezzel kapcsolatban egy ilyen furcsa előérzetem, hogy lehet, hogy ez nem a legjobb így indítani már rögtön, hogy ebben van-e tapasztalatatok, vagy
Segíts rajtunk, Béla. Jó. Nekem kiúlott az összes sajám az utolsóba. Tessék, mondjad. Szóval az a helyzet, ha igazán szerelmes vagy, akkor magadba vagy szerelmes. Mert rávetíted a másikra, hogy milyen lenne ő, ha megérdemelne téged. Na most ugye ez eltart egy ideig, valakinél rövidebb, valakinél hosszabb, minél többször csalódtál, annál inkább belejössz. Tehát ami igazán fontos, az az intimitás, hogy én mennyire engedem be a másikat magamba. Tehát mikor te azt projektálod, hogy ő milyen lenne, ha igazán jó lenne, akkor az azt jelenti, hogy eltávolítod a másikat, és oda képzelsz valakit, akit te el tudnál fogadni. Ezt rendszerint hozzuk a szüleinktől, de most annyira nem akarok belemenni. De ha igazán őrá vagyok kíváncsi, akkor beengedem az én határaim mögé, és összekapcsolódok vele. És ott elkezdődik egy közös dolog, ami addig nem volt, és elkezdjük egymást megtapasztalni. Na most hát ez ugye vagy tud mélyülni, vagy nem tud mélyülni, vagy lassan mélyül, tehát sokféle variáció van, de a megoldást azt úgy hívjuk, hogy intimitás. Ez nagyon megvan erre a képességünk. Ez a, most nagyon rövid lesz, nem akarok nagyon belemenni, ez a tükörneuron rendszerünk. Van ilyenünk. A tükörneuron rendszer lehetővé teszi neked azt, hogy a másik embert beenged magadba, és megéld úgy, hogy benned van. És ez teljesen adott. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy úgy ismerjük a világot, ugye először az anyámat beengedi az újszülött magába. Azután elkezd fejlődni, eléri a 8 hónapot, ha szerencséje van és szülőknél növekszik, beengedi az apját, addig nem tudja a kettőt egyszerre, mert csak egyet tud. És aztán utána beengedi a óvodát, beengedi az iskolát. És mindenhol beleépül, tehát úgy tudsz kapcsolódni, hogy a másikkal valamilyen intimitást hozok létre, és leképezem őt magamba. Na most, ha egy kapcsolatnak a tartósságát nézzük, akkor eléggé összefügg a tartósága, hogy az intimitást meddig tudjuk mélyíteni. Ugye az elakadás ott szokott lenni, hogy elkezdem megélni, hogy a másik nem olyan, amilyet én szeretnék. Ezt úgy élem meg, amit te is mondtál az előbb, hogy mibe változzon. Tehát nem megismerni akarod a másikat, hanem megszabod, hogy mibe változzon. Tehát ez intimitás ellen van. Ő is elfogad engem, és akkor legfeljebb megbeszéljük, hogy én ezt nem szeretem benned. Ő is elmondja, hogy én meg azt nem szeretem benned. És akkor valamit kialakítunk, közöset, ami mind a kettőnknek belefér. És hát ez minél mélyebb, annál tartósabb egy kapcsolat, és akár egy életig is szólhat, ezen múlik. Na most az egy, például amit mondtál, most csak egy-két dolgot reagálok, hogy gyanak, úgy tűnik, mintha gyanakvó lennél. Hát azért az nem olyan egyszerű. Tehát, hogyha így van, hogy én már úgy méregetem a másikat, hogy mit kéne neki változni, akkor az már egy feltétel dolog. Tehát feltételhez kötöm, és így távolodok ki az intimitásból. És egy idő múlva, hát ez valószínűleg megeszi az intimitást. Az intimitás alatt nem szexualitást érezzük, az annak egy megélési formája, de sokkal több annál. Tehát mikor valaki azért cseréli a partnert, mert megszokta, annak nincs intimitás kapcsolata vele. Az érdekességet keresi benne, aztán már megszoktam, hogy csinálja, akkor váltok. Tehát az teljes lehetetlenség és abszurditás az egészbe, mutatja az illetőnek a személyiség fejlődését, hogy tud egy kapcsolatba bekerülni és létezni. Ezért nem azok a kapcsolatok a jók, ahol nincs eltérő vélemény, vagy nincs indulat, vagy nincs vitatkozás. Mindig az a kérdés, hogy tudnak-e közösre jutni, vagy nem tudnak. És közben mind a ketten fejlődnek. Úgyhogy én egy picit ezt mondanám neked, és azért az nagyon benne van, hogy a alapvető intim kapcsolatunk a szülővel van, ahol már ugye elkezdődik, mielőtt megtel, az a
petesejt megtermékenyül, mert ma akkor elkezdődik egy összehangolódás. Ugye ez nagyon fontos, hogy ők hogy kezdenek bele a közös dologban, ből gyerek lesz, vagy gyerekek. Aztán a későbbiekben is ez, tehát, hogy ez ott épül föl. Most az a baj, hogy amit innen hiányokat hozunk, azt nyomjuk bele a kapcsolatba, ott szeretnénk megkapni. Ezért van ez a mondat, hogy az olyan legyél, hogy olyan legyél, amit nem kaptam meg, mikor gyerek voltam. Tehát ebből az szokott lenni, hogyha megkapja, most legyünk optimisták, megkapja, egy idő múlva azon túlfejlődnek, akkor képesek a kapcsolatot fönntartani. Mert addig a gyerekkorban hozott hiányállapot tartotta össze őket. Ugye ez nagyon sokszor látszik, csak hogy könnyen elképzelhető legyen. Az egyik fél az a határozott autoriter uralkodó, mert ezt hozza magával, ilyen volt mondjuk az apja, a másik pedig úgy lehet életbe maradni, ha alárendelődök. És akkor ő alárendelődik, és az kívülről egy nagy boldog kapcsolatnak látszik. Egy ideig. Csak minden alárendelődésnél azért ott hiányok fognak aktivizálódni, amit hozok a gyerekkoromból. Minden autoritástál, amikor én nagyon leterrorizálom a másikat, akkor az apámmal való kapcsolat problémámat viszem bele, és ebből tartós partner kapcsolat igazán ritkán szokott lenni. De még sok ilyen variációt tudnék felsorolni, hogy hol vannak ezek a hibák. Azt viszont ti, akik tanuljátok a zent, azt világosan kell látni, hogy ez a pár karma, vagyis ennél jobb nincs kitalálva. Mert ezt te csinálod. Az, hogy milyen szülőhöz kapcsolsz, azt megéled. Tehát a hiányt, amit majd rávetitek a partnerre, azt a gyerekkoromból hozom, de most a partnert való kapcsolatban én lehetek tudatos. Tehát megváltoztathatom ezeket a dolgokat. És erre megvan a lehetőség. A lehetőség az intimitás mélyítése egy szóval. Az nagyon fontos, hogy meglásd ezt az édenkerti állapotot, mert a feltétel nélkül szeretet az nagyjából ezt hozza létre. De azt is nézd meg, hogy van-e szöges drót az édenkert határán. Magyarul, hogy csak kettőtökről szól-e az egész, vagy sem. Egy magállapotú, intim kapcsolat kialakulása szükségszerűen egy ideig csak kettős. De ha az nem tud utána kapcsolatot teremteni a világ többi részével érdemben, ez a ketten a világ ellen, gyakorlatilag szöges drót lesz az édenkert határán, olyan én határok, amelyek már nem lojalitás, hűség, elkötelezettség, kölcsönösség, hanem az a fajta kölcsönös, abszolút nézet, ami egy kettős narcizmus, és innentől kezdve halálra van ítélve, egy ideig égeti a saját üzemanyagát, utána viszontlátás, mert nem tud éntelenedni, nem tud kifutni másfele, nem tud transformálódni, ezért fejlődni sem tud, és beleütközik a szöges drótba, és akkor rögtön elindul a projekció is az, hogy miattad vagyok ilyen. Tehát egymás termékévé vagy következményévé válnak. Úgyhogy az énes kapcsolat, akár egyéni egoitás, meg egy másik egyén, tehát érdekvezérelt, akár intim, kettős egoitás, és utána az a szöges drót ugye két embert rejt, halálra van ítélve. Tehát az a fajta önzetlenség, vagy éntelenség, amelyet az előbb elmondtam a meditációs praxis nyomán, vagy során, azt szerintem egy párkapcsolatban is eszméletlenül fontos, és ezért jelent annyit mondjuk házasságban, vagy mostanában csak partnerkapcsolatban és a gyerekszületés, mert hirtelen megjelenik egy háromszögellési pont, és akkor látszólag a gyerek lesz a legfontosabb. És itt is rendkívül sok hibát lehet elkövetni, hogyha a társam fontossága nem marad meg. Mert ekkor az eredeti energia elvész, amiből a gyerek létrejött. A természetes önzetlenedés vagy éntelenedés, az tényleg a gyerekvállalással, mint egy oltár megvalósul, az összes önös vágyamat, ragaszkodásomat, fixaidelmet el kell tudnom égetni azért, hogy az ebből felszabaduló energia az a gyereknek mehessen, az ő fejlesztése, nevelése, tanítása, óvása, szeretete, mindene. De ez a fajta természetes éntelenedés, ez nem azt jelenti, hogy ez a realizációs praxis mélységéig el tudna menni, mert ha ez így lenne, akkor az összes gyereket vállaló szülő automatikusan bodhiszattva, mahaszittha és egyebek lennének, és nem ezt látjuk. Tehát nagyon fontos az, hogy a kapcsolatnak legyen egy
karmikus kémiája, és egy olyan iránya, amiben tud ébredni és fejlődni. Másképp nem fog fönnmaradni. Én ezt a szöges drótot kiegészíteném, hogy a szöges dróton belül vannak taposóaknák. A taposóakták az a gyerekkorból hozott hiányok, ami lesz. És ez úgy néz ki, hogy jaj, de aranyos vagy először. Hát ez így nem tetszik. Ez pont azt csinálja velem, mint az anyám. Akkor robbant föl. Na most a fölrobbant legalább tudjuk, mert életben maradtunk. De akkor is kezdeni kell valamit vele. Tehát, hogy sajnos ezek a hiányok, ezek megnehezítik ezt. Most ugye akkor a kettőből ez összeadódik, és először, mikor te elfogadtad, akkor nem az ő elfogadását élted meg, hanem te fogadtad el saját magadat, amit rávetítettél, az könnyű. Sokkal nehezebb a másikat elfogadni. Na ez lesz az intimitás meg a tartós kapcsolat, hogy mennyire tudom a másikat elfogadni, és az esetleg fölmerülő hiányokat mennyire tudjuk közösen meghaladni. És ez végtelenül egyszerű, így látszatra megvalósítása bonyolultabb. Törekvésem szerint teljesen megnyílt a barátnőm előtt, de mégis megtörténik olyan eset, hogy valamire számomra fájdalmasan reagál. Nem hozok létre dühöt, haragot, vagy egyébféle bármi ítélkezés. Még látom, hogy ő milyen állapotba került, de hogy akkor végül is most sikerült elfogadnom őt, vagy nem, hogyha így betalál egy ilyen helyzet. Na most, amit kezdtél mondani, az közben megváltozott. Tehát te mondasz valamit, amitől ő rosszul érzi magát? Mert nem. Látod rajta. Vagy te érzed rosszul magad. Mitől? Van egy helyzet, amikor ő reagál az én kijelentésemre, bármimre olyan módon, ami nekem okoz fájdalmat. Oké. Akkor meg kell keresni ennek az okát. Tehát, ha mondjuk terápiába jársz hozzám ezzel, akkor azt mondom neked, hogy idézd fel ezt, amikor ő ezt mondja neked. Tehát, ami nemrég történt, abból csináljunk most egy itt és mostot, megvászolt tudatállapotban. És akkor hol van a testedben a rossz érzés? Minden rossz érzésnek van egy kinesztetikus mintázata, vagyis egy testi levetülése, amit hozunk gyerekkorunkból többnyire. És akkor azzal keresd meg azt, amikor ez a gyökér ahova vezet. Tehát amikor az történt veled mondjuk gyerekkorodban, és akkor már is benne vagyunk valamibe. Ami attól, hogy benne vagyunk, nem fog megváltozni, hanem itt van egy ember, aki szembeül a barátnőjével, az mondott valamit, ami rosszul esik. Ugye ez az alaphelyzet. De te ahhoz a kisgyerekhez képest, aki most mondjuk azt élte meg, hogy a barátnőm nem fogad el engem, és ez nekem nagyon rosszul esik, ez van egy szívtáji torokba kisugárzó fájdalmam, akkor odamész ahhoz a kicsi gyerekhez, aki ezt megélte, ugyanezt a kinesztetikus mintázatot, és megadod neki azt, amire szüksége van. Mert te tudod a legjobban, hogy neked mire lett volna a szükséged. Azt add meg neki. Rád van bízva. Ezt éld meg, megcsináltad, cseréljetek. Most akkor legyél a kicsi, és ő legyen a nagy. Így is csináljátok meg. Akkor mi történik? A kisgyerek és a felnőtt összezárul. Ezt egyszer-kétszer megcserélem, hogy megerősítsem. Aztán, hogy biztos legyen, azt mondom, hogy csinálj ebből egy szimbólumot. És akkor mondjuk azt mondod, hogy alma. Nagyon jó. Akkor ezzel az almával gyere be abba a helyzetbe, amikor a barátnőd nem elfogadására így reagálsz. Most mi történik? Valószínű nem fog bántani a dolog. De itt nem áll meg a buli, ha ez terápia, csak most nem kábításból mondom, hanem azt mondom, hogy most egy kicsit a közeljövőben nézzél, hogyha ezt mondja a barátnőt, hogy hat az rád. Tehát megnézzük, ezt future pace-nek hívjuk, jövőbe lépésnek. És még mindig nem áll meg a dolog, mert azt kérdezem tőled, módosultba vagy, hogy ezzel a megoldással minden részed egyetért,
van-e olyan részed, ami nem ért ezzel egyet? Ugyanis ami nem ért ezzel egyet, az lehet, hogy most nem jutott szóhoz, de ott fog ketyegni. Ezt már egosztét terápiának hívjuk. Tehát így lesz egy ilyen egyszerű dolog, hogy rosszul esett valami, azt így lehet földolgozni. És akkor az a kora gyerekkorból hozott hiányod, amit elfogadásként, azt nem fogod rávetíteni, mert megdolgoztad. És ugye ezt egyszer-kétszer megcsinálod, mondjuk, ha terápiába jársz hozzám velem, meg elképzeljük, utána nem lesz rá szükség, mert meg tudod csinálni magadtól is. Nem úgy, hogy elmész módosult érzéseket végigcsinálod, hanem tudod, hogy ha jön ez az érzés, ez mit is jelent. És akkor nem rá ő mondta azt, amitől én rosszul érzem magam, hanem az lesz, hogy ő mondott valamit, amitől én rosszul érzem magam. Óriási a különbség. És egyébként meg nem fogod rosszul érezni magad, mert ha meghaladtad, megdolgoztad, akkor ez a hiány föltelt. Ugyanez például egy csoportterápiában úgy zajlik, hogy kiállsz egy problémával, mondjuk egy partner kapcsolati veszekedéssel, és akkor ott oda-vissza cserélgetünk, ez kiderül, túljutsz rajta, akkor a csoport segítségével olyan dolgot éltél meg, hogy a gyerekkorból hozott hiányod, az el nem fogadásból, ami adódik, az itt megdolgozódott csoporton belül. És a csoport intimitás segít ehhez. De tegyük fel, hogy az egyik csoportnak azt mondja utána a feldolgozása, hogy ez egy marhaság. Apa pillanatban azt kapta tőle, amit az anyától gyerekkorodban. Csak akkor, mondjuk, ha jó a vezető, akkor azt mondja, hogy igen, azt mondtad, hogy ez marhaság. Gyereki játékod van ezzel. És csinálok neki egy játékot azzal, hogy azt mondta neked, hogy ez egy marhaság. Mert ezzel neki van dolga. Tehát ez az ő projekciója. És attól, hogy ő úgy élte meg, hogy ez egy marhaság, azért ül a csoportban, hogy ezt dolgozzuk meg, mert ez nem így van. Tehát, hogy így tudnak kapcsolódni egymáshoz a dolgok, és alapvetően kitelik a hiány. Na most, ha ezt másik oldalról nézzük, mondjuk nézzük a karma szempontjába, akkor az a karmikus megerősítés, hogy te úgy élted meg, hogy nem vagy elfogadva, az nem kerül vissza abba a szamszkárába is erősíti, hanem megtapasztaltál egy másik feldolgozást, és ez a másik feldolgozás kerül be, és ebből egy pozitív karmát csinálsz. És akkor ez így működik, ettől még egyszer-kétszer vagy százszor előfordulhat, hogy azt éled meg, hogy nem vagyok elfogadva, de már úgy nem tudod megélni annyira erősen, vagy olyan bántóan, mint addig. És egy idő múlva ez meghaladódik, és ez a szamszkára már nem lesz aktív. És a következő életedben nem hozod magadra ezt a feladatot. Hozol néhány század más, de szóval az ez. Ja. Köszönöm szépen. Szívesen. Következő kérdés. Tessék mögötted. Engem az érdekelne, hogy mennyit tud gyakorolni azon kívül, hogy így foglalkozik emberekkel. Tehát, hogy joganidrát, meg amiket a mesterétől tanult, azt milyen gyakran, vagy hogy? Hát napi rendszerességgel gyakorolok. Azért ez nem mindig volt egyformán, de hát körülbelül 20-30 éve minden nap gyakorolok. A jóga nidra volt az első komoly, amivel elég komoly szintekig el tudtam jutni. Ugye a jóga nidra szamádiba csináljuk, tehát kevésbé függ a tartásoktól. Tehát ha jól el tudsz lazulni, persze az se úgy, hogy most akkor ellazulok, azt is meg kell tanulni. De valahogy az nekem eleinte jobban ment. Én a jóga nidrával eljutottam oda, hogy ma legtöbbször tudatosan álmodok. Tehát benne vagyok az álomba és alakítom. Nem mindig, de azért elég gyakran előfordul. Ez már azt jelenti, hogy az álom tudatom jó részben tudatos.
Tehát nem utólag tudom, hogy most álmodtam valamit, és akkor 2%-ára emlékszek, és 98, nem, hanem tudatosan vagyok benne, mikor álmodok. Ez egy több évtizedes gyakorlástól jött létre, sose ezért gyakoroltam, ez egy közben létrejövő képesség. Úgyhogy hát ez úgy van most jelenleg, hogy este van, amikor jóganidrába alszom el, van, amikor nem. Tehát attól is függ, én általában fél 11-kor fekszem le, tehát ha fél 11 van, akkor lefekszem többnyire. A másik a gyakorlás, hogy hát ugye kaptam a Swami Védától személyes beavatást, tehát van egy személyes mantrám, ami nekem szól, és hát több olyan mantra, tehát én 5 beavatást kaptam, azért ez ritka volt, és azokba például a Mrityunjaya mantrába beavattak, a Ganesha mantrába beavattak, tehát ezekben meg is kaptam egy tudatemelést hozzá, ahogy ezt csinálják, tehát ezt szoktam gyakorolni. Tehát a Mrityunjayát akkor, amikor gyógyítani akarom magamat, meg ezt kaptam arra is, hogy fölkészüljek a halálomra, tehát azt szoktam használni. Jógázni, minden reggel jógázok, és kétszer egy héten, szerdán és szombaton 2,5 órás jógát tartok. Tehát csoportban vezetek, ez már kb. 40 éve van így. De van, amikor otthon is gyakorolok. Tehát a reggeli mindig megvan, de az, hogy este, az így hullámzik. Minden reggel csinálok pránajámát, arra van egy gyakorlat. Ez egy 20 perces légzés. Azt mindig megcsinálom. És hát, hogy most ugye 83 éves vagyok, most nagyon tudatosan csinálok ilyen állandóan ismétlődő dolgokból, hogy legyek benne tudatosan. Ugye az öregkorral a homlok lebenyedbe romlik az azonnali emlékezés. Tehát elindulsz valahol, és nem tudod, miért mentél oda. És hát erre az a legjobb ellengyakorlat, hogy elindulsz, de tudatos vagy végig. Tehát én reggel itt az ágyból kikelést, a WC-re menést, a gyakorlást, ezt igyekszem mindig tudatosan csinálni, és rendszerint ilyen 20-30 dolog össze van kapcsolva, olyan, hogy egyet se hibázzak, olyan szinte sosincs, de nagyon figyelek. Tehát ez így benne van, és ezt, amikor terápiát csinálok, és figyelek a másikra, akkor mindig ebbe vagyok, és még amikor módosultban dolgozunk, akkor az, ugye ha fölraknánk az EEG-t a fejemre, akkor az egy nagyon mély összehangolódást mutatna. Tehát ez így benne van, és amikor a drámán vezetek, akkor nekem megszűnt minden. És amikor belejutok egy állításba, az állításba az egész csoport eltűnik. Tehát akkor abba a térbe vagyok. És hogy ezek azért tudnak létrejönni, mert éppen nem létre tud jönni, illetve hát ugye a környezetbe össze tudok kapcsolódni, hogy létrejön, mert ugye ott tartani kell a teret is, tehát ha kinyílik a tér, az ott sok minden jöhet be, de azt meg is kell tartani. Tehát, hogy ezek a gyakorlatok, ezek nem szabályosak, hanem ahogy adódik az életbe, úgy csinálom, hogy most melyik a fontosabb, fogalmam sincs. Tehát az, hogy én pszichoterápiát csináltam, és hát ugye 30 évesen lettem orvos, már a faluba elkezdtem, azt vettem észre, hogy olyanokat csinálok, amit mentős koromból hozok magammal, hogy az idős paraszt bácsi ne halljon meg az influenzába, mert ki van száradva. Láttam, hogy ki van száradva, simán beküldöm a kórházba, mert a Debrecseni kórházt lezárták, mert influenza járvány volt. Tehát akkor el lehetett dönteni, hogy ha meg tudom tanítani a körzetet, hogy kortyonként hogy kell itatni egy embert, hogy ne száradjon ki, akkor megpróbáltam, és akkor oda esetleg visszamentem. Ha végképp állt, akkor infúziót adtam. Na most az infúzió adás nem házi orvosi tevékenység. De hát megcsináltam. Ilyen nagyon nehéz esetben. A későbbiekben, mikor az Ajkai Kórház fölépült, működött egy modern kórház volt, akkor gondolkozás nélkül beküldtem egy kiszáradt öreg embert, mert hát én nem tudom úgy észlelni, ugye akkor oda kéne költöznöm, hogy most
hogy van, de hogy ilyeneket megcsináltam. Tehát ma akkor is kitágítottam ezt a teret. Akkor nem is volt annyira tudatos. És aztán hát bejött a pszichoterápia, ugye a pszichoterápia a modern orvoslásnál egy óriásival tágabb tér, mert nem anyagi szinten működik csak. És nem racionális gondolatokkal. Tehát az így sokat segített, és hát ebben rendhető nagy szerepe volt azoknak a tapasztalatoknak, amit a keleti oldalról szereztem. Tehát nekem volt olyan jogatanárom, aki itt Magyarországon élt, de hindu volt, és úgy nőtt fel, hogy a apja mellett jogázott pár éves korától. Aztán, hát ugye a Pressing Lajossal mi rengeteg mindent csináltunk közösen, de hát gyakoroltunk is nagyon sokat együtt. Tehát én 10 és fél évig foglalkoztam buddhizmussal, úgyhogy heti gyakorisággal, elméleti szinten, és amúgy meg gyakorlással. A jogába is, hát megcsináltam a Szatyananda iskolát, ott megbuktam a végén. Sok kérdésem volt, de utána megcsináltam a Himalája tradícióba ezt, megcsináltam a TMB-n, TM tanár is vagyok, egy fél éves asramot csináltam végig, sose adtam TM mantrát, mert sok mindennel nem értek egyet. Az volt az egyik feltétel, hogy egy kérdéset csak egyféle választ adhat. Na, az én személyiségemben ez képtelenség, hogy én egy kérdésre egy választ adhatok csak. Hát én oda figyelek az érzés, ami jön nekem, azt, hogy aztán ezért nem is vállaltam. Tehát azért mondom, csak most nem akarom már többet. Tehát, hogy nagyon sokféleképpen van ez a dolog. Az, hogy te az élet adta lehetőségeket, milyen szinten éled meg, ez egyéni. Az, hogy orvosnak kellett lennem, ez abszolút nem volt egyéni. Tehát ez egy abszurditás volt. Közepes érettségim volt. Abban az időben ugye igazság szerint engem nem vettek föl gimnáziumban sem, mert apám politikai bűnös volt. És hát a matematika dolgozatomról másolta majdnem az egész osztály. Én 3-ast kaptam rá, és 3-asra érettségiztem matematikával. Tehát, hogy le voltam akadályozva, és nem voltam javasolva. De hogy ennek ellenére mégis bekerültem az orvosira, mondjuk végig szorongtam, hogy kiderül az apám, akkor kirúgnak, de nem derült ki. Katonaságtól kerültem be az egyetemre, akkor nyilván nem nézték az apámat. Meg azt szerették volna, ha katonaorvos leszek, de hát azzal meg én nem értettem egyet. Tehát, hogy ez így tágult ki, és ebben rengeteg az én sorsom. Tehát az, hogy be az orvos egyetemre bekerülni közepes érettségibe, ez kizárt. 19,5 pontot értem el a felvételn, 20 volt a maximum. És akkor fölvettek. Tehát, hogy így ilyenek vannak, ezek nem úgy vannak, hogy egyikből következik a másik, hanem ez sorsszerűségek. De az, hogy ezt te hogy éled meg, és mit kezd el vele, az már ott jön be az egyéni dolog, hogy nyilván, hogy miket tudsz csinálni, az is bizonyos fokig adott, de hogy ezt mennyire használom, az megy. És én gyógyító ember vagyok. Tehát, hogy egyszerűen elkezdtem gyógyítani az embereket, és egy hónap után már tanultam a pszichoterápiát. A legtöbb házi orvos ma Magyarországon azt se tudja, mi az, hogy pszichoterápia. Így éli le az életét, és így megy nyugdíjba. Tehát, hogy ez nem kötelező. És hát elkezdett ez működni. És a juhász nem véletlen hívott meg a klinikára, körzeti orvosként. Hanem ismert a Bálint csoportból, és azt mondta, hogy hát a Bélának itt van a helye. Európa vezető klinikája volt akkor. Juhász a Nemzetközi Társaság alelnöke volt. Hát azóta senki nincs itt Magyarországon, most az a klinika, az sehol nincs, hát ez semmi. De akkor nem így volt, és hát ezek így jönnek, és akkor használom. De most tudném így végig sorolni, tehát hogy valószínűleg ez a sorsom, most ha van ilyen, de az, hogy mit kezdek vele, az meg, hát ez a szabad akarat. Ugye ez az érme két oldalra, szoktad így mondani. És tényleg így van, tehát hogy ez egy kölcsönösség. Én a betegektől rengeteget tanultam. Tehát tényleg azt a mondást abszolút igaznak tartom, amit Erikson mondott, hogy
Hát a beteg sokkal jobban tudja a betegségét, mint a terapeuta. De hát akkor tanuljunk tőle. Ugye ez nagyon más nézet, mint ahogy által én vagyok a terapeuta, te nem tudod, mi a bajod. Ez abszurd. Sokat beszélek. Nem eleget, viszont az a helyzetünk, hogy hálás szívvel megköszönjük dr. Daubner Bélának, hogy tanított minket és eljött hozzánk, és ígérem, hogy legközelebb ugyanitt folytatjuk, és tudni fogtok róla. Köszönjük szépen, hogy eljöttél ma hozzánk. Én is köszönjük. Köszönöm szépen, hogy beszélhettem.